Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Mit nyújthat önnek a PPA díj és kötelezettség mentesen? Tehát ugye a Nyílt Akadémiának a szolgáltatása, maga a coach képzés, az nem díjmentes. A PPH nyújtja a Nyílt Akadémiát, mint szolgáltatásként. A másik szolgáltatása az díjmentes, ez pedig a következő, hogy egyedülálló a mások fejlődéséből, ha szeretne, pénzt profitálhat. Tehát egyedülállóan a bolygón nem tudok még egy olyan szervezetről, ahol mások fejlődéséből profitálhatnak olyan mértékben és úgy, ahogy nálunk. Azonnal jövedelmet hozó anyagi függetlenséget. Tehát azonnali jövedelmet hozó anyagi függetlenséget. Ki az, aki szeretne anyagilag független lenni? Kezeket? Most kérdezem azt, hogy jó az, hogy ez egy dolog, hogy az ember szeretne anyagilag független lenni, de kérdés az, hogy mit tesz érte? Hajlandó-e érte tenni, hogy anyagilag független legyen? Mert az így nem működik. Tehát az állam nem fogja önt anyagilag függetlenné tenni. Még akkor sem, ha nyugdíjas lesz. Ugye a legtöbb nyugdíjas ezt tudja, hogy így van. Na most ezzel kapcsolatban, hogy megvan egy kis gond. Tehát ugye én saját magam 87 óta foglalkozok emberekkel, és 98-ban, illetve nem 98-ban, 93-tól kezdtem el olyan dolgokkal is, tehát magammal foglalkozni. Tehát 93-tól kezdtem el magammal foglalkozni. És azóta nagyon érdekel az, hogy hogy működik az ember és az élet, és nagyon sok mindent tanulmányoztam. És például olyan dolgokkal is foglalkoztam, amivel a legtöbb ember nem végig se gondolja, és ezt most nem nagy képűségként mondom, de van egy olyan képességem, amivel ugye egyéb esetben nem nagyon találkoztam még másoknál. Ez a képesség arról szól, hogy ha mondjuk olvasok valamit, hogy hallok valamit, akkor egy az, hogy kapok hozzá olyan információt ahhoz az olvasmányhoz, vagy ahhoz a hallott vagy látott dologhoz. Tehát olyan dolog, ami érdekel, nem tudom, világos-e. Tehát nem akármiről van szó, hanem ami érdekel. Rögtön kapok hozzá információt, hogy az igaz vagy nem igaz. Tehát az a rögtön, ez általában azonnal szokott lenni, ritkábban pár perc különbséggel. Azon túlmenően kapok hozzá további információt. Honnan? Fentről, a teremtőmtől. Tehát mondjuk olvasok egy anyagot, és kapok hozzá mondjuk háromszor vagy négyszer annyit még. És ez nem csak akkor van, hogyha olvasok. Ha például valaki kérdez, és esetleg olyat kérdez, amit nem tudok, akkor kapok hozzá azonnal választ, hogy tudjak neki segíteni. Vagy ha például előadást tartok, és mondjuk beszélek, és esetleg egy olyan gondolat merül föl, amiről még soha nem beszéltem, vagy soha nem hallottam, akkor kapok hozzá információt azonnal. Tehát ez eléggé különleges képesség, tehát ennek köszönhetően sikerült összeállítani a teljes anyag, a Nyílt Akadémia teljes anyagát, hála Istennek egyedül sikerült összeállítanom, pedig ez egy 720 órás képzés. De nem 720 órányi képzésem van, hanem körülbelül egy, hát olyan 2000 órányi, úgy durván. Ami azt jelenti, hogy például, hogyha valaki fölmegy az oldalra, és van jogosultsága már kicsit jobban körülnézni az oldalon, tehát nem csak beregisztrált, hanem jogosultsága is van, mondjuk bemenni a pénzteremtés menüpontba, akkor ott van egy olyan oldal, hogy idézetek. És van tőlem több mint 100 idézet, hát több mint 110 idézet, és minden idézetről én tanítást tudok tartani.
Hát nem csak annyi, ami le van írva, hanem ahhoz az idézetekhez konkrét tanítást tudok nyújtani, még akkor is, hogyha abban a témában még soha életben nem beszéltem, vagy nem tanítottam. De most nehogy azt higgyék, hogy most nagy képüsködök, hanem ez egy képesség, amit kaptam a Teremtőmtől. Na és miért mondom ezt? Mert ahhoz kapcsolódik, amit az imént említettem, hogyha az ember nyugdíjba megy, akkor nem lesz anyagilag független. Tehát az államtól ne várja senki azt, hogy anyagilag független lesz. De esetleg valakinek olyan mértékű nyugdíja lenne, vagy lesz majd, hogy anyagilag függetlenné válik, jaj, ez így elmozdult. Jó. Tehát anyagilag függetlenné válik a nyugdíjától, és ugye mivel nem kell érte dolgozni, akkor még azt is gondolja, hogy ő gazdag. Na most evel kapcsolatban egy kis gond. Ugyanis ez úgy működik, hogy a Földön vannak égi eredetű törvények, égi eredetű törvények, égi eredetű szabályok. Ezeket a szabályokat eltitkolják az emberek elől. Én ezt régen úgy hívtam, hogy élettörvények, most már úgy hívom, hogy égi törvények, mert azóta tudom, hogy ezeknek a nagy részét azt fentről csinálták, tehát az égiek csinálták. De ezért nagyon érdekes, hogy a nyelvünkben ugye az van benne, hogy égiek, nem? És nem az van benne, hogy nem egyes szám van benne, nem fura? Tehát a nyelvünkben nem az, tehát a nyelvünk, tehát a magyar nyelv az egyik legősibb nyelv a bolygón. És kicsit közelebb áll a teremtéshez időtartamban, a nyelvünk létrejötte, mint a mai nap. Nem tudom, világos-e. Tehát a mai nap az jóval távolabb van a teremtéshez, mint a mi nyelvünk, ahogy létrejött. És mint a bolygón legősibb nyelv, vagy az egyik legősibb nyelv, sőt mondhatjuk, hogy a legősibb, ezért ugye a legválasztékosabb, tehát nincs még a bolygón egy olyan nyelv, amit mondjuk egy szót annyiféleképpen lehet kifejezni. És most miért mondom ezt? Azért, mert a nyelvünkben például az van benne, hogy égiek. Az pedig, akárhogy nézzük, többes szám. Nem úgy, ahogy tanítják bizonyos vallásokban, hogy van egy Atya Isten. Nem fura? Tehát a nyelvünkben az van, hogy égiek. Tehát az égiek az olyan többes szám, mint a húzat, és a nyelvünk sokkal előbb született, mint mondjuk a Biblia. Sokkal, de sokkal előbb. Jó? Hát erről csak úgy egy gondolat, ennyi. Na most lényeg az, hogy ezek az égi törvények, amit az égiek csináltak. Tehát nem is lehet másként fogalmazni az égieket, nem tudom. Nem tudom, észrevesszük-e. Nincs rá más fogalom. Csak többes szám. Tehát nem lehet egyes számba fogalmazni. Nem érdekes? No, akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Hogy például az egy égi törvény, hogy ha az ember valakitől valamit elvesz, akkor azért, tehát az egy ártótett. Ez egy ártótett. Na most, hogyha ezt kicsalta tőle, vagy elvette, ez most a részletkérdés. De ártótett. Na most, ha valaki kap mondjuk egy olyan dolgot, amit nem ő vett el ugyan valakitől, hanem egy harmadik személy vett el,
vagy egy másik személy, vagy attól kapja, aki elvette másoktól, akkor ez ugyanúgy negatív energia, nem tudom, világos-e. Tehát bármilyen dolog mögött, ami elvett dolog, emberek, embertől vagy emberektől elvett, az azonnal átjárja azt a valamit, a negatív energia. Azonnal. Abban a pillanattól, ahogy elvették, abban a pillanatban negatív energia átjárja azt a dolgot. Stim? Eddig rendben van? Értjük ezt a dolgot eddig? No, akkor mondok, kapcsolódok ehhez egy dologhoz. Amit az emberektől úgy vesznek el, hogy nem egyeztek bele, de kénytelenek mondjuk odaadni, mert ha nem adják oda, akkor megbüntetik őket, az a büntetés most mi mondjuk dutyiba zárják, vagy valami, most az részletkérdés, az is elvett dolog, nem tudom, világosan. És ma Magyarországon nincs olyan adó és járulék fizető állampolgár, aki beleegyezett volna, és azt mondaná, hogy én szívesen fizetek az államnak. Az emberek azért fizetnek az államnak, mert ha nem fizetnek, akkor megbüntetik őket. Nem tudom, ez világos-e. Tehát magyarul az, amit az emberektől levonnak különböző adót és járulékot, azt az állam szó szerint elveszi az emberektől. És az államot viszont egyének képviselik, tehát gyakorlatilag emberek veszik el az emberektől a pénzüket az adó és járulék formájában. Stim? Na most, aki tehát ebben az elvételben szerepet játszik, az azonnal ártó tettet követett el, soha életében nem lesz boldog tartósan. Ez egy égi törvény. Bocs, de ez van. Tehát tartósan lehetnek boldog pillanatai az életben, de hogy tartósan nem lesz boldog, az olyan biztos, mint hogy én most erről beszélek. Mert gyakorlatilag ő elveszi az emberektől a pénzét. Nem tudom, világosan. És mit ad helyette cserébe? A legtöbb esetben alig vagy semmit. Jó? Na most akkor nézzük, tehát eleve ugye kedden tanultuk a tisztességes cserét, meg a tisztességtelen cserét, tehát ez a tipikus tisztességtelen csere kategória, legtöbb esetben azt lehet mondani, hogy bűnözői csere kategória. Csak elvesznek és helyette nem kap semmit. Na most, tehát minden olyan dolog, amit valaki valakitől elvett, azt azonnal azt a dolgot átjárja a negatív energia. És azt valaki megkapja, akkor hazaviszi a negatív energiát, nem tudom, világos-e. Akkor birtokába kerül a negatív energia. Jó? Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb értéket képvisel az az elvett dolog, hát annál nagyobb negatív energia. Minél nagyobb olyan dolgot kap valaki, ami értékes és elvett másoktól, annál több negatív energiát képvisel az a dolog.
Érthető ez így? Ön ezt a kérdést keresheti az interneten, meg rajtom kívül, erről még senki nem beszélt. És ha tovább nézzük ezt a kérdést, az azt jelenti, hogy aki mondjuk elvett pénzből gazdálkodik, az negatív energiát visz haza. Kik gazdálkodnak elvett pénzből? Például a közalkalmazottak, köztisztségviselők. Hát, például mondjuk egy APEC-os dolgozó nem elég, hogy elveszi az emberektől a pénzt, még elvett pénzt visz haza. Kétszeres káosz. Kétszeres káosz. Akkor kik még? Bárki, aki bármilyen állami támogatást igénybe vesz. Bármilyen állami támogatást. Tehát például, mit tudom, lehet olyanokat csinálni, hogy mit tudom, állami támogatás, ablakfelújításon, meg most frizsider kampány van, hűtőszekrény kampány, meg ilyenek. Hallottam. És amikor bármikor megkérdezte a nejem, hogy nem csináljuk, mondom, mi nem. Biztos, hogy nem. Mi nem veszük igénybe. Akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Nyugdíj. Sorry. Ugyanez, dettó. És akkor most a nyugdíjasok mondhatnák, de hát én megdolgoztam a nyugdíjamért. Gondolja a nyugdíjas. De nem akarom a nyugdíjasokat még véletlenül sem megsérteni vagy megbántani, ne értsék félre. De mindig, amikor az embertől levonták azt a nyugdíjárulékot, vagy azokat az adókat, vagy járulékot, ez most is így van, régen is így volt, abból fizették az akkori nyugdíjasokat. Tehát amit most levonnak, abból van kifizetve a mostani nyugdíj. Tehát az egy forint nem lett félrerakva. Egyetlen egy forint sem. És ön nem önszántából adta azt a pénzt, hanem elvették öntől. Bocs, de a szabály a szabály, tehát attól, hogy az ember nem ismer dolgokat, attól ez még így működik. Tehát és akkor ugye mit tehet az ember ilyen esetben? Tele van negatív energiával, mert hazavisz, mit tudom én, valaki 150 ezer forint nyugdíjat, akkor 150 ezer forint negatív energiát visz haza. Csak most mondtam példát. Ha 100 ezeret, akkor kevesebb energiát, akkor 100 ezer forintnyi negatív energiát visz haza. És mit lehet ebben csinálni? Hát ugye kell annyi jövedelmet teremteni, hogy az ember azt mondja, hogy kenjétek hajatokra a nyugdíjatokat, az állami nyugdíjatokat. Nem vicc. Tehát teremteni, kell annyi jövedelmet teremteni. Illetve addig, míg nem teremt az ember, hát addig annyi pozitív dolgot kell tenni az embernek az életében, hogy ezt a rengeteg negatív energiát kompenzálja. Hát ennyi, nem lehet más csinálni. Ne csodálkozzanak az emberek, hogy olyan állapotban vannak, amilyenben vannak. Körül kell nézni az életben, hogy mennyi negatív energia jut be az ember életébe. Hát gyerekkoromtól hallottam olyanokat felnőtt emberektől, hogy milyen jó lesz majd, ha nyugdíjba vonul. És alig várják mai napig is emberek, hogy nyugdíjat kapjanak, nyugdíjba vonulnak. Hát ez a tudatlanság ne továbbja. Mert ha az emberek azt a pénzt arra fizetnék be, hogy másnak arra kifizessék, és ebbe ők beleegyeztek, akkor semmi gond nincs ezzel. De a 4 millió adófizetőből, vagy csak nem 4 millió, vagy 3,5 millió adófizetőből egyetlen egyet nem talál, amelyik beleegyezett. Mondom, egyetlen egyet se.
De hát ezt a hatalom tudja, nem ez az Orbán Viktor féle hatalom, vagy Gyurcsány féle hatalom, nem. A világhatalom tudja, hogy hogy kell negatív energiákat teremteni. Világos ez? És utána azt a fajta működést ráerőszakolják az államok vezetőire. Tehát például mondjuk az amerikai alkotmány, amikor megszületett, ott volt benne, hogy nem lehet adót, le van írva az alkotmányban, nem lehet adót szedni. És akkor ezt így felrúgták. És abba egyeztek bele, mert az alkotmányt annak idején, amikor létrehozták, amikor az államok egyesültek, azért lett Egyesült Államok, akkor minden állam aláírta azt az alkotmányt, és abban azóta módosítás nem lett, mármint úgy értve, hogy azt nem írták alá közösen. Módosították, csak azt már közösen az államok nem írták alá. Nem érdekes? Hát csak mondtam egy példát. Jó? De ez ugyanígy volt, úgy volt nálunk is. A Magyarországon sem vontak régen adót. A 70-es évek végétől, vagy 80-as évek elejétől lett az adó, a személyi jövedelemadó bevezetése, valahogy így. 88-ban. Hát nem tudom pontosan mikor. Biztos? Jó. Tehát valamikor akkor lett bevezetve. Tehát nem volt előtte. Jó, tehát tessék ezen elgondolkodni, csak azért, mert itt eszembe jutott erről a gondolatról, hogy anyagi függetlenség, jó? Tehát az anyagi függetlenség az azt jelenti, hogy ön nem függ senkitől. Nem tudom, világos-e? Hát nyilván saját magától, hogy ne függne az ember. Hát, de nem függ másoktól az anyagi helyzete. Most a nyugdíjasok azok az államtól függnek, nem? Ha az állam holnap nem fizet nyugdíjat, akkor a legtöbb nyugdíjas az 3 hónap alatt éhehal. Nem? Na szóval lényeg az, hogy anyagi függetlenség. Tehát anyagi függetlenség. És ezt a PPH nyújtja, szabad életet eredményező humán tevékenységet. Passzív jövedelmet nyújtó, örökölhető, vagy illetve örökíthető, szabad, humán PPH üzleti vállalkozás. Örökíthető, szabad, humán PPH üzleti vállalkozás. Örökíthető, Azt tudja, mit jelent? Az ön nyugdíját fogja örökölni majd a hozzátartozója? Az ön fizetését a munkahelyén örökli majd valaki? A PPH-nál viszont örökíthető az ön jövedelme. Óriási különbség. A küldetésünk, hogy létrehozzuk a Földön az aranykort, ahol az emberek biztonságban, szeretetben, békében és boldogságban élhetik az életüket. Ha tetszik önnek a felkínált lehetőség, akkor az előadás után beszélje meg a tovább lépést a PPH-s vezetőjével, de előtte menjen föl nyugodtan az oldalra, nézzen körül pph.hu weboldalunkra, tehát PPH, peterpeterhugo.hu weboldalunkra, menjen föl. Van egy, rögtön megnyílik egy oldal, ha bejelentkezik az oldalunkra, mármint úgy, hogy a jelszavával, felhasználói adataival, és ott van a küldetésünk, céljaink, mit akarunk, mit szeretnénk elérni közösen. Ha tetszik az, amit lát, akkor jó helyen van, ha nem tetszik, akkor inkább kérje a törlését, jó, az irodánktól. De ha azt látja, hogy jó helyen van, akkor kezdje el igénybe venni a rendezvényeinket, tehát akkor előadás után beszélje meg a tovább lépést, kezdje el igénybe venni a rendezvényeinket, és tartsa fönn a kapcsolatot a PPH-s vezetőivel, segítünk abban, hogy élete minden területén sikeres és boldog lehessen. Nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, viszontlátásra!